A szezon közepén rendezik meg Budapesten a Lantos Mihály Sportközpontban a 124. egyéni atlétikai országos bajnokságot. A nyíregyházi versenyzők közül Tasité Dávid és Bakosi Péter a Minszki Európa játékokon, Szikszai Róbert pedig a nápolyi univerziádén képviselte a magyar színeket, így ők már a nemzetközi porondra is kiléptek ezen a nyáron. Többeknek azonban az OB lesz az év főversenye. Az elmúlt években a nyíregyházi atléták jól szerepeltek az országos bajnokságokon, így ezúttal is több érmet várnak tőlük a szakemberek. 16 versenyzővel utazunk, és bízom benne, hogy ez a 16 versenyző a két héttel ezelőtti serdülő bajnokság után is olyan eredményeket fog elérni, mint a legfiatalabbak, hiszen dobogóra várjuk a magasugró Bakosi Pétert, várjuk a diszkoszvetőket, Szitai Robit, Káplár Janit, Kerekes Dórát, Kerekes Laci súlylökésben ott lehet a legjobbak között, és természetesen Tasité Dávid 400 méteren. Ugyanakkor a hármasugró Pár Robin szintén dobogóra esélyes, Nyisztor Petrával együtt, aki női hármasugrásban indul majd. Az előzetes nevezések alapján a teljes hazai élmezőny ott lesz a hétvégén az MTK sportkomplexumában. Ez a verseny a világbajnokságra szint teljesítő verseny, és már nem csak a világbajnokságra, hanem majd az olimpiára is, hiszen a magyar bajnokság pontszerzés szempontjából egy rangos versenynek számít, tehát azok, akik olimpiai kvalifikációra esélyesek, azok már gyűjthetik a pontot a felnőtt magyar bajnokságon. A nyíregyházi versenyzők közül a gyalogló Helebrant Máté már megszerezte a kvótát a katari világbajnokságra. A diszkoszvető Szikszai Róbertnek 65 métert kellene dobnia, Bakosi Péternek pedig 230 centimétert kellene ugrania ahhoz, hogy ott legyen a dohai VB-n.